Jó estét kívánok! Kezdjük a naphírét. Szerintem pontosan tudják, hogy mi lesz az egyik fő témánk. Szájer József ügyéről van szó, és természetesen a napkérdése is ehhez a botrányhoz kapcsolódik. Azt kérdezzük önöktől, hogy önök szerint a Fidesz-KDNP számára népszerűségvesztést fog-e okozni Szájer József ügye. Van idejük, szavazzanak, igennel vagy nemmel, megmutatjuk majd most is a részeredményt, meg majd a beszélgetés végén is, mert abban a reményben beszélgetünk, hogy adunk új impulzusokat, és hogy kikkel. Itt van Szaniszló Sándor, a 18. kerület polgármestere a DK színeiben, és Magyar György ügyvéd, jó estét kívánok, és az üres helyre pedig reméljük, hogy pillanatokon belül megérkezik Ungár Péter, de mindaddig, amíg ez megtörténik, és esetleg azoknak, akik lemaradtak volna a nap eseményeiről, Szájer József ügyével kapcsolatban röviden összefoglaltuk, leginkább a reakciókat. Alig volt mozgás napközben annál az épületnél, ahol a Fidesz európai parlamenti képviselője egy ereszen próbált elmenekülni a rendőrök elől, amikor rajtütöttek egy drogos orgián. A Blik elérte a parti szervezőjét, aki azt mondta, Szájer Józsefet nem ismerte, nem is volt meghívva a buliba. Ugyanakkor szerinte a rendőrök rájuk törték az ajtót, majd hozzátette. Mégis hogyan tudtuk volna odaadni az igazolványainkat olyan gyorsan, amikor alsó nadrág sem volt rajtunk? Ez pedig már Szájer József brüsszeli irodája előtti folyosó. A földön Brezsnyev és Honecker klasszikus fotója. Szájer Józsefet ma hiába kereste a Euronews tudósítója, nem volt bent az irodájában. Deutsch Tamás szerint brüsszeli képviselőtársa most helyes döntést hozott. Ez egy botrány, ez egy olyan botrány, aminek megvan az oka, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen botrány az árt. Az információs hivatalt felügyelő külügyminiszter azt állította a 444.hu-nak, ő csak annyit tud, ami a sajtóban megjelent. Nincs plusz információm, ezért aztán semmilyen találgatásban nem is kívánnék belemenni, mert teljesen fölösleges. A kormányülésre érkező kormánytagok a Telex kérdésére is szűkszavon reagáltak az ügyre. Miért kéne nekem ez bármit szólni? Képviselő úr meghozta egyetlen helyes döntést. A DK szerint ez kevés. Szájer Józsefnek a Fideszt is el kellene hagynia. És még egy idézet attól a férfitől, aki ezt a szexpartit szervezte egy belga lapnak, úgy fogalmazott, hogy hát aki nem ismeri az ilyen bulikat, képük legyen róla, ide csak is a szexért járnak, az óvszer nélküli szexért férfiakkal. Nők nincsenek jelen, az egyetlen szabály, hogy a résztvevők nem lehetnek HIV vagy koronavírus pozitívak. Aztán pedig arról is beszélt, hogy Szájer József nem mondta meg neki, hogy EP képviselő, azt viszont igen, hogy régóta él Brüsszelben, és azt is megemlítette, hogy ő is rendezett már a saját otthonában szexpartit. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős történet, és nagyon sok vonulata van. Egy nagy emberi tragédia, egy karrier vége, a morál, a közügy, a magánügy, a nemzetbiztonsági kérdések, nagyon sok vonulata van. Talán kezdjük azzal, hogy ez most mennyiben magánügy, és mennyiben közügy, és ennek hol a határa? Én kezdem? Akár. Kérem szépen. Van egy magán oldala ennek, amihez szerintem senkinek semmi köze. De aki ebben érintett lesz, és annak vannak más leágazásai is, például közélet, például Magyarország megjelenítése, például egy politikai megjelenítés, és egy úgymond presztízs, akkor már van jelentőség. Amikor Deutsch Tamás úr azt mondja, hogy ez botrány, akkor helyesen fogalmaz. Egy olyan botrány, ami kezelendő, de nem kezelhető. Az a meggyőződésem, tehát hogy a magán oldal ennek az ügynek nem tartozik egyikünkre se, de a kihatásai borzalmas veszélyesek. Egész Magyarországra néz. Ugye azt látni lehet, hogy azt gondoltuk még néhány hónappal ezelőtt, hogy a Borkai botránynál nagyobb problémával nem kell a Fidesznek szembenéznie. Ezt most sikerült túlteljesíteni ők többszörösen is, hiszen ennyire egyértelműen a Fidesz nem bukhatott volna le. Ugye látszik teljes mértékben, hogy mit jelent számukra az, hogy erkölcsös, keresztény, konzervatív családapa, akit hogy otthon esetleg a feleség vár, vagy a gyerekek, és egy ilyen ügybe keveredik. Tehát emberileg valószínűleg ez egy óriási tragédia, de tragédia a kormánypártnak is, akiről nem lehet azt mondani, hogy nem érdemlik meg a sorsukat. Igen, egyébként erre gondoltam, amikor ugye ez egy nagyon vékony így, hogy akkor mennyiben magánügy, mert hogy gyakorlatilag a legtöbben ezt hangsúlyozzák, hogy persze, magánügy lenne, ha nem arra mutatna rá, hogy valaki folyamatosan vizet iszik, és bort prédikál. Ez a helyes meglátás, és nem ma kezdődött.
Szóval én azt, hogy ez most kicsúcsosodik, ez egy különös véletlen, vagy lehet, hogy egy picit irányított véletlen, de ebben most nem bonyolódnék bele. Nem kell egy ilyen kis országnak, mint a miénk, húzogatni az oroszlán bajszát. Ennyit mondanék csak. Mert ez egy tartós folyamat, ami ott zajlik, és mint tudjuk, máshol is. Ezzel szoros összefüggésben oka van annak megítélésem szerint, hogy most robbant ki ez a cselekvőség. Menjünk vissza mondjuk 2014-re. A Fidesz másodszor nyer 2/3. Akkor, ha jól emlékszünk, volt az amerikai kitiltási eljárás. Emlékszünk rá? Egy nevet megismertünk, de 5-öt nem ismertünk meg. Mi tudjuk, hogy kik voltak azok, akik ezzel összefüggésbe hozhatóak voltak. Tehát a Fidesznek nem ma kezdődik a takargatni valója, a nemzetbiztonsági veszélyeztetettsége. És a veszélye, és ezt mégig tudták takarni. Olyanképpen, hogy aki érintett lehetett, már nincs a közvetlen környezetében a miniszterelnök úrnak. De Szájer úr az egy különleges személyiség, mert a Fidesz EP képviselője, a frakciónak a vezetője, és 20 éve van ott. Ez az ügy nem most kezdődött. Hát és ugye Fidesz alapítóról beszélünk, a nagy hatok, nyolcak, az ős fideszesek egyike, de akkor, na jó, egy picit azért beszéljünk konkrétabban, mert most így kerülgetjük a forrókását azzal kapcsolatban, hogy miért most derült ez ki, hogy ez véletlen, vagy nem véletlen. Én hallottam egy olyan verziót is, hogy az a része lehet, hogy totál véletlen, itt láthattunk közben képeket, majd még meg tudjuk nézni, hogy azt abban a bizonyos épületből picit túl hangosan szólt a zene, és ez feltűnt a hatóságoknak ebből az épületből. Aztán lehet, hogy Szájer József meg ott is vétett egyet, hogy túl gyorsan akart menekülni, megsérült, az ereszten keresztül ez feltűnt egy járókelőnek, és véletlenek sorozatával bukott tőle, de az már, hogy ez eljutott a lapokhoz, ez már lehet, hogy nem véletlen. Ez könnyen meg lehet. Mit gondolunk ezekről az összeesküvés elméletekről? Könnyen meg lehet, hiszen az utóbbi időben buktak meg más érdekes módon hasonlóan jobb oldalhoz erősen húzó, vagy szélsőjobbhoz húzó, mondjuk a Strache nevű úriember Ausztriában. Ott például egy régebbi felvétel került elő, ugye a Borkai Zsolt tekintetében is. Szerintem a lényeg itt azon van, hogy bizonyára kapura jött ez Európa normálisabb felének, hogy ez az ügy megtörtént, de abban azért el lehet esetleg gondolkodni, hogy nem véletlenül, hogy Borkainál is egy horvátországi eseményre került sor, itt egy belga, szintén külföldi ugye, eseményen történt a lebukás, azt mondják, hogy sorozatban vannak ilyenek itthon, és hogy ön is mondta, vannak tudások, vannak városi legendák, sok-sok emberről, kormánytagról is van ilyen, csak eddig őket úgy tűnik, hogy sikeresen védte az Orbáni állampárt, külföldön úgy tűnik, hogy nem terjed ki ennek a pártnak a keze, hogy ennyire meg tudja védeni a kulcsembereket. Ugyanerre utaltam, amikor visszamentem az amerikai kitiltási ügyre, hogy ennek nem ez a kezdőpontja. Ez most egy fölvillanása. És óriási a felelőssége a magyar kormánynak is. Nagyon jól látjuk, hogy mi nálunk jellemző módon kommunikációs kormányzás zajlik. És kommunikációval akarnak mindent helyre tenni. És nem működik a dolog. Én most tényleg nem lennék amúgy sem Orbán Viktor helyében, mert ennyi fronton nem lehet eredményes küzdelmet. Napóleonnak se sikerült annak idején annyiféle frontot nyitnia. Neki sem fog sikerülni. Ugye az egy érdekes kérdés, és közben azt a fotót látjuk, ami én nagyon megdöbbentem, amikor ez nyilvánosságra került, ez a fotó, ez az a bizonyos... Van fertőtlenítő. Kétségtelen, hogy az van az a lakás, ahol erre a bizonyos partira sor került, de hogy most egy picit arról beszélünk, mintha a kormánynak az lenne a legnagyobb problémája, hogy ez kiderült. Nem az a probléma, hogy ez megtörténik? Hogy ilyen esetek megtörténnek? Tehát azért ez nem ugyanaz, hogy ez egy kommunikációs probléma, vagy probléma az, hogy kik vannak a Fidesz soraiban. Nem akarok átugrani másik témába, de itt van a Demeter Szilárd ügy is, nagyon hasonlít a kommunikáció oldaláról. Nem az az érdekes, hogy megjelent, majd visszavonta, hanem hogy megtörtént. Igen. És ennek utóélete van. És a Szájer ügynek is utóélete lesz. Azt hiszem a nézőktől is ilyesmit tetszettek kérdezni, hogy ennek lesz-e kihatása. Lesz kihatása. Az emberek feledékenyek, erre lehet számítani. De másfél év nagyon rövid idő, és lehet emlékezni. De elég csak annyit mondani majd az embereknek, hogy eres csatorna.
Neked melyik a kedvenc csatornád? Az egyiknek az M1, a másiknak a Hír TV, neki az RS. Tehát ezt nem felejtenek. Ezt még nem hallottam, pedig tele van a Facebook oldalon. Nem felejtenek. És a mai világban, a Facebook világban, Facebookban, meg a mémek világában ezeket már szerintem nem lehet kikerülni. Óriási csáva ez. Óriási. Van egy óriási gond. Az a gond, hogy szemmel láthatóan ide sorolhatnánk más volt a műfaj, mondjuk a Seattle-nak a helikopterezését is, vagy a Rogánnak a korábbi ügyét, amit lassan elfelejtenek itthon. De a lényeg az, hogy szerintem nem véletlenül találták ki azt annak idején, hogy egy államfő vagy egy fontos ember maximum két ciklus tölthet el hatalomban egymás után. Ugye ők most már a harmadikban vannak, szemmel láthatóan elveszítették a kontrollt, mintha nem tudnák, hogy mit szabad és mit nem szabad, és sorra buknak ki az ilyen típusú normál embereket, teljesen kiborítják. Jogász ember azt mondja, hogy törvényen kívül helyezi magát. Fölül emelkedik, neki szabad, megengedheti, és ezt nagyon nehéz kezelni. Még kommunikációval is nagyon nehéz, nem tényadatokkal. És ebből mi következik vajon most a kormányzati gondolkodásban? Az, hogy ezeket nagyon-nagyon meg kell próbálni bent tartani és eltusolni, vagy az következik, hogy valahogy a kontrollt vissza kell építeni? Ez a szellem már kiszabadult a palackból. Én azt gondolom, hogy most már ők is tudják, hogy korlátozott időn belül van esélyük ugye helyrehozni az ügyeket. Nem egy másként, hiszen ha megnézzük, Orbán Viktor az utóbbi időben minden fontos csatát elbukott. Rossz lóra tett, ugye az Egyesült Államok tekintetében rájött, hogy nem tudja manipulálni Merkelt, különös tekintet, hogy német elnökség van, most lehetett volna esetleg esélye, hogyha bármit el tudott volna érni. Szemmel láthatóan a visegrádi partnerek kihátrálnak mögül, a lengyeleket ugye nem idevéve, és itthon is most már, hál' Istennek, kijött az az eredmény, hogy az egyesített ellenzéki listára több szavazat érkezne már, mint a kormánypártira. Tehát azt gondolom, hogy a kormánynak most minden oka megvan a pánikolása. Nem véletlenül hívjuk mi pánik kormánynak, igaz, hogy más tekintet miatt. Na, akkor most tényleg megmutatjuk a napkérésének az eredményét, hogy önök szerint hogyan fog hatni a Fidesz-KDNP szavazó táborára ez a botrány, és 90%-ban Magyar Györgyből jós lenne. Azt gondolják a nézői, hogy veszíteni fog a Fidesz a népszerűségéből, mert ez a botrány közügye csak 10% gondolja azt, hogy nem. Viszont, hogy kinek a körében veszít, vagy kiktől veszíthet szavazatokat most a Fidesz, az ugye érdekes, mert hogy Török Gábor azt mondta, hogy nyilván itt most az ellenzék nagyon örül, és gyártja a mémeket, és foglalkozik ezzel az üggyel, de itt az a legfontosabb kérdés, hogy a fideszes szavazók, a törzsbázis hogy reagál. Úgy láttuk, bocsánat, a önkormányzati választásokat, ugye megelőzte ez az adriai szexbotrány, és ott egyértelmű volt a kormánypárt részéről is, hogy ők hogy veszítettek, az több tényezőnek volt köszönhető, de ennek is, hiszen a katolikus családok egy része annyira felháborodott, annyira kiakadt, hogy nem mentek el szavazni. Én azt gondolom, ha valaki, vagy valami bántja a hívő fideszes szavazókat, ez az úgy egészen biztos, és sok oldal. Ha nem lenne félelem. Ungár Péter megérkezett, úgyhogy várjuk a helyére. Bocsánat. És egy helyet foglalni. Szervusz. Szépen vagyunk. Szájár József ügyénél tartunk. Még mindig, de amíg kifújja magát, igen. Addig Magyar Györgynél. Addig csak annyit akarok mondani, hogy természetes módon a Fidesz szavazóit is lehet különböző csoportokba osztani. Lehet, hogy jósnak jó lennék, de nem venném már Török Gábor szakterületét, és ezért azt mondom, hogy arra kell odafigyelni, hogy vannak olyan, akik már szinte hívő módon rajongják a jelenlegi hatalmat és annak reprezentánsait, hogy nem hat rájuk. Az is lehet, hogy ellenhatást vált ki. Még erősebbek leszünk, még megmutatjuk, mert biztos a libernyákok találták ki ezt az egészet, és biztos ők tettek kábítószert az ő hátitáskájába, és biztos ők voltak azok, akik a rendőrséget kihívták. Egy beépített ember lehetett ott, aki lebuktatta ezt a szerencsétlen embert. Tehát lehet ilyen hatása is. Ne számítsunk arra. Elbizakodottság lenne azt mondani, hogy most az ős Fidesz hívő át fog állni, nem áll át, erősebb lesz. Tábort erősít. De van még egy fontos rétege a Fidesz szavazóknak. A hűbéri társadalomból származó függőségi viszony. Annyira függenek egymástól, hogy nem mer változtatni, és inkább úgy marad, még akkor is, ha elítéli etikailag ezt a cselekvőséget. Pici réteg marad, aki elbizonytalanodik, és ez már az ellenzéknek a tevékenysége, és a pozitív megjelenítési formája, hogy el tud-e szívni embereket, akik előbb elbizonytalanodnak, és majd második felvonásban eljönnek, és a KDNP Fidesz ellenzék. Akkor folytassuk innen, hogy ezzel az ügye az ellenzéknek mi a teendője. Meg úgy egyébként akkor lehet reagálni erre a történetre. Nagyon sok vonatkozást átvettünk meg.
Alapvetően ugye én a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja vagyok, és most kollégáim jelezték, hogy ez a bizottság elé kerül. Az önmagában azért fölvett kérdéseket, hogy az információs hivatalt felügyelő miniszter a sajtóból értesül arról, hogy egy EP képviselő ellen valamilyen bűnügyi eljárás folyik külföldön. Ezt mondta. Én az a baj, hogy én elhiszem. Ja, az más. Igen. Naív politikus már nem? Szerintem nem. Szerintem, hogyha tudták volna, hogy hasonló cselekmények állnak a dolog mögött, akkor két napig nem kommunikáltak volna. Vagy nem kommunikálták volna azt, amit kommunikáltak. De tehát tudtak mindenről, nem arra úgy vitatkozom, de tudtak mindenről. Mi szoktunk. Mert az nem, ez bele. Az visz minket előre. Ha egyformák gondolkoznánk, akkor semmire se jutnánk. Tehát azért mondom, hogy tudtak róla, a központi vezetésnek ez nagy fejtörést okozhatott, mert az volt a belső utasítás, ezt meg tudom innen mondani, ha nem is valós, hogy mondj le. Tehát megérkezett hozzá, amikor már a balhé pénteken megtörtént, hogy a következő napokban mondjál le, találj hozzá indokot és mondjál le. Tehát mindenki mindenről tudott. Jó, de Gyuri, akkor másképp tenném fel a kérdést. Az, hogy a bordélyházakban, szexklubokban és szexuális jellegű tevékenységet végző körökben, főleg egy olyan világvárosban, hogy Brüsszelben a titkosszolgálat jelen van, ez nem egy új dolog, ez több száz éve így van. Ez egy alapvetés. De semmi új nincs. Hogyha a magyar információszerzés nem tudja, hogy az egyik magasrangú LP képviselő ilyen körökben milyen módon érintett... Nemzetbiztonsági. Ugye, amikor engem C-típusulag átvilágítottak, akkor megkérdezték, hogy nem azt kérdezték, hogy ön homoszexuális-e, hanem azt kérdezték, hogy zsarolható-e ön a homoszexualitásával. Én nem vagyok zsarolható. Ezért én azt mondtam, hogy nem. De ha valakinek ilyen dolga fennáll, az egy nemzetbiztonsági kérdés. Kockázat, amit ki kell szűrni. És nem lehet engedni, hogy így történjen. De pont ezért nehezen feltételezhető, hogy nem tudtak róla. Biztos. Azt tudjuk az információs hivatal eddigi tevékenységéről, hogy a legutóbbi fedett találkozót, amit a Gruevszkivel szerveztek, azt a 444 szerkesztősége melletti lakásba tették. Tehát lehet, hogy a szakmai munka nem mindig a legmagasabb színvonalú. Igen. Mondtam én, hogy a libernyákok szervezték. Láthatod ebből is. Én azt mondom, hogy ne veszítsük el a... Jókedvünket. A jókedvünket sem, meg ugye az sem, hogy felelőssége van az ellenzéknek, ahogy a kérdésben is felmerült. Egy dolog egészen biztos, hogy az Európa parlamenti képviselőnek meg kell próbálni helyreállítani mondjuk a Magyarországnak a becsületét, amennyire lehet. Mert kétségtelenül a Fidesz mellett az országon is nyilván súlyos sebek estek ennek az ügynek a kapcsán. Én amúgy ezzel nem értek egyet, ez majd csak jelzom. Akkor mondom. Befejezem. Bocsánat, ez is. És én azt is elfogadom, hogy amennyire lehet, meg kell próbálni a szalonképességünket még inkább hangsúlyozni, legalábbis Európai Unió tárgyaló asztalainál, hiszen ne felejtsük el, óriási pénzek vannak függőben, ami Magyarországnak is járna. Hát, ha jól tudom, 14 ezer milliárd forintról beszélünk. 16, de ugyanazt jelenti. Ekkora összeget kellene megkapnunk, és ha rosszul tárgyalunk, vagy ha esetleg a kormány elrontja a helyzetet, 2021-ben éppen a pandémia járvány gazdasági hatásainak a kezelésére egyetlen egy vasat sem kapunk. Tehát óriási a felelősségünk. Másrészt meg valóban igaza volt ügyvéd úrnak, hogy nem szabad mostantól kezdve azt gondolni, hogy megnyertük a választást, nem szabad beképzelnek lenni, nem szabad az ő útjukat követni. Mostantól még szorgalmasabban kell azt gondolom, hogy dolgozzunk a ellenzéki együttműködésen. És miért nem ütött sebet a Magyar Hírnéven? Én azt gondolom... Mert nem volt Magyar Hírnév, nem? Ezeket a pátoszos megfogalmazásokat nem feltétlenül tartom a legjobbnak. Tehát szerintem az, hogy egy felnőtt ember a magánéletében mit csinál, ezt a büntető törvénykönyv szabályozza, azt hiszem nagykorúnak kell lenni és beleegyezőnek ezek. Elhangzott, csak nem voltál még itt. Igen, elnézést kérek. Tehát, hogy ezt csinálja. Tehát itt a probléma szerintem nem az önmagában, ami történt, hiszen ilyen történik máshol, meg más emberekkel is, meg mindenkinek ez a saját döntése, hanem inkább az, hogy ami történt, és a között, amit ők elvárnak Magyarországon, hogy történjen, milyen nagy a szakadék, talán ez a lényegi kérdés itt. Tehát, hogy szerintem úgy és akkor egyetértés... Erre gondoltam. Jó, akkor innen fogjuk folytatni, és adunk még lehetőséget, hogy a Ungár Péter is elmondja erre a véleményét. Egy rövid reklám után jövünk vissza. Folytatjuk is a naphírét Szaniszló Sándorral, Magyar Gyögyel és Ungár Péterrel, és egész
Pontosan egy 10 perce jelent meg a Magyar Nemzeten az a hír, hogy Szájer József kilépett a Fideszből, és erről Kultop Gábor pártigazgató tájékoztatta, és a lapnak sikerült megszólaltatnia Orbán Viktort is. Idézem, hogy mit mondott, hogy értékeli Szájer József kilépését. Amit Szájer József képviselőtársunk tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjében nem fér bele, mondta Orbán Viktor. 30 éves munkáját nem fogjuk elfelejteni és megtagadni, de cselekedete nem elfogadható és nem védhető. A történtek után az egyetlen helyes döntést hozta, amikor bocsánatkérés mellett az európai parlamenti mandátumáról lemondott, és a Fideszből kilépett, döntését tudomásul vettük. Szép mondatok ezek, de akkor a lemondó nyilatkozatban azt kellett volna megjeleníteni, hogy belekeveredtem egy súlyos ügybe, amihez persze semmi közöm, mondja az ártatlanság vélelme alapján. Nem ezt mondta. Elfáradtam a napi tevékenységtől. Szellemi fontos háttérmunkát akarok végezni. Hát akkor kérem szépen, itt valami nem stimmel. Én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet megtéveszteni a közvéleményt. Sőt, attól tartok, hogy éppen a Szájer képviseli jobban azt, ami a Fidesz, mint az, amit az Orbán róla mond. Hiszen egymás után lehet ilyen híreket hallani róluk is. Ugye egy Gyurcsány Ferenc pártelnöknek talán találó is volt a mai Facebook bejegyzés, hogy na fiúk, ki lesz a következő. Nyilván ebben van egy kis talányosság is. Jó, hogyha őt megilleti az ártatlanság véleme, akkor azokat mindenkit, akikről még semmi nem derült ki. Ugye Borkai ügyét tudjuk említeni, Kaletta Gáborét, és most Szájer Józsefét, de ettől még azért a Fideszre ezt nem lehet ráhúzni. Három a magyar igazság. Ezek a publikus ügyek, Emily. Lehet bármi, de neked van igazad, nem szabad ezt előre elítélni őket, és pálcát törni felettük. De az volt a legjobb mondás, azt hiszem, a mai napon, és ez jellemző az egész kommunikációs belső tevékenységre, hogy vizet prédikál és bort iszik. Ő írta az alkotmányt, az alkotmányba foglalt bele olyan keresztény értékeket, amiket csak bele lehetett írni, amíg volt ideje Brüsszelből hazaérni a laptopjával, és ezek után ilyen magatartást tanúsítani. Nem lehet köszönetet mondani. Ugye Hidvégi Balázs fogalmazott úgy az ő uniós képviselőtársa, vagy hát most már korábbi, hogy az lesz a Szájerre az első követ, aki büntelen. Igen. Fel is menti vele. Szerintem két opció van, vagy azt gondoljuk, és szerintem mi az ellenzékben azt gondoljuk, hogy valakinek a magánéletileg végzett tevékenysége nem egy morális kategória, ameddig ugye a büntetőtörvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit betartja, és ezért nincs morális következménye. Ők azt mondják, hogy van morális következménye. Ha most változtattak az álláspontot, nincs morális következménye, ettől lehetett 30 évig a Fidesznek egy befolyásos embere, akkor visszavonhatnák például a mai nap azt a törvénytervezetet, ami az egyedülálló magyar embereknek megtiltja az örökbefogadást, akkor így kell törvénykezni. Mi azt gondoljuk, hogy attól még, mert hogy mondjam, valaki valamit csinál a szexuális életében, attól még mondjuk szülőnek alkalmas sok minden közhivatalra, de akkor, ha ők meg azt gondolják, hogy nem így van, akkor nem lehet ilyen dolgokat csinálni. És a másik, ami még az álszentség mellett szerintem egy probléma, vagy erről az egészről, hogy ennek az a politikai része inkább, hogy azok az emberek, akik nem úgy élik az életüket, ahogy ők a Családbarát Magyarország plakáton elmondják, azok az emberek most azt érezhetik, hogy nem ők vannak ebben egyedül, hanem egyszerűen van egy, a magyar többség így van vele, 49%-a a magyar gyermekeknek ugye család házasságon kívül született, és egyszerűen nem tudják már a fideszesek megérvelni, hogy őket miért kell negatívan gazdasági módon vagy törvényi módon hátrányba hozni. Tehát szerintem ez a politikai lényege. De azért azt nem gondoljuk, hogy most hirtelen ilyen következtetést is fog levonni a Fidesz, valószínűleg ők ezt most teljesen lezártnak tekintik ezt a történetet. Eszük ágában sincs ilyen alapvető átértékrendjét. Újra támadás következik. Újra támadás. Nincs visszafelé. Ebben a politikában nincs visszafele út, nincs beismerés. Ez a mondat is túl erős a részükről. Mert azt mondja, hogy közösségünk értékrendjében nem fér bele. A tények azt mutatják, hogy belefér. Nem, hát azért most volt következmény, azért ezt adjuk meg. Micsoda? Hát az, hogy kilépett a Fideszből, visszaadta a mandátumát. Egy politikusnak ez a kötelezettség, amelyik besározza a közösséget. De akkor még mit kéne tennie? Ez az erkölcsi kötelezettség. De már bocsánat, tehát igazat mondani. Azért az, hogy tehát két dolgot akkor szálazzunk szét, és akkor most próbálok konkrétabban fogalmazni, bár érzem, hogy adásban vagyok, tehát az jó. Ezt is végig gondolom. Megérkeztünk. Vagy azt gondolják, hogy mindenki számára bűn homoszexuálisnak lenni, és ezért ennek negatív jog következménye van. Vagy nem gondolják ezt. Azt gondolni, hogy alapvetően bűn, kivéve, hogyha úgy csináljuk, hogy közben nem mondjuk, akkor nem, ez nem egy álláspont. Döntsék el. A magyar emberek eldöntötték, hiszen nálunk
nagyon nagy többsége van annak, hogy a homoszexuális emberek is egyenlő bánásmódot érdemelnek, hát minden közénkutatásban látszik, nekik ezt el kell dönteniük. Szerintem nem csak ez a szétszálozásnak az a fő eleme, hanem ott van a másik is. Hát ennél is kérek, jó, hogy nem bizonyosodott még be, de drogot találtak a hátizsákjába a képviselő úrnak. Ugye hasonlóan áll a kormány a droghasználathoz is, hiszen képesek egyetemistát leültetni és tönkretenni a karrierjét, mert találtak nála mondjuk egy füves cigarettát. Így van. Azt gondolom, hogy itt is át kell gondolni, most ez a helyes út, vagy nem ez a helyes út, mert a fideszes képviselő úr szemmel láthatóan nem ezt az utat követi. Ugye azt nem tudjuk ebből a mondatból megfejteni, hogy amit ő tett, az nem fér bele az értékrendbe, hogy melyik része annak, amit tett. Ugye ez nagyon nem mindegy. De hát a nyilvánosság megismert, arról beszélünk. És el kell határolódni. Egy okos politikus ilyenkor elhatárolódik. Ő is ezért lép ki a Fideszből. Ne szennyezze vissza. Uh-huh. Ez de a lényeg. De azért, már bocsánat, tehát olyanokat megcsinált a fideszes média, hogy volt egy ellenzéki aktivista, aki valamilyen tüntetés után egy meleg társkereső oldalra felment, és erről írtak egy cikket, hogy Gulyás Márton mit keres, most nem mondom ki a nevét, mert biztos ez is egy márka, de ezen a konkrét társkereső oldalon. Hát azon a társkereső oldalon szoktak hirdetni ilyen jellegű találkozásokat. Most a saját dolgom nem akarok ilyen áldozati vekengésre venni, ott is voltak dolgok. Tehát, hogy akkor nem csinálunk ilyet. De én azt gondolom, hogy ez jó alkalom is a Fidesznek arra, hogyha van bennünk még egy kis életképesség, akkor mondják azt, hogy emberek, rossz úton jártunk eddig, nézzük meg, hogy melyek az emberi dolgok. Én komolyan számítasz erre? Nem számítok rá, de mi nem ők vagyunk. Ellenzéki táborban biztos másképp. Én inkább arra számítok, ez egy jó alkalom is lenne, hogy megtisztuljanak. Fog jönni valami nagyon nagy ügy, vagy legalábbis a jobboldali sajtót abszolút bejáró ügy, ami megpróbálja ezt eltakarni. Persze. Vagy nincs kikapni. Olyan nincs. Ha egy Simon ügyet hoznának, az se érne fel. De hát magánéleti jellegű lesz pontosan, mivel a két tábornak a magával szemben megfogalmazott mércéje teljesen más. Az, tehát most ki fog derülni valamelyik, bocsánat, ellenzéki kollégámról, nem leszámítva a járványügyi intézkedések megszegését, illetve a droghasználatot, hanem csak esetleges droghasználatot. Esetleges droghasználatot, tehát csak a dolognak a magánéleti részéről engem egyáltalán fog érdekelni. Tehát amíg valaki nem áll föl a parlamentbe azt mondani, hogy megvédjük a keresztény értékrendet és a család, csak akkor család, hogyha konkrét, akkor nem érdekel. Fontos érdek valóban, egy picit hagyj jöjjön ki belőlem a jogászok, egy nagyon picikét megígérem, azért a kábítószerrel való visszaélés az nagyon súlyos. Azt a magyar jog is, és a belga jog is súlyosan bünteti. Mert aki fogyasztja és fogyasztó, eszembe tud valami. Pont Szájer József volt az, aki évekkel ezelőtt azt kezdeményezte, hogy büntessék azt is, aki kábítószert fogyaszt. Hát akkor most mi lesz itten? És másrészt akkor büntetik szigorúan, hogyha ő ezt megkínálja a többieknek. Ott vagyunk 25-en, túlöltözött egyenruhánkba, és akkor osztja nekik a cigit, vagy az esztazit, hogy fogyasszátok el. Azért már súlyos börtönbüntetést lehet kapni, ha nem saját használatra. No, azt hiszem, ezt a témát amennyire tudtuk, körbejártuk, de van még egy fideszes LP képviselővel kapcsolatos friss hír, mert hogy ugye Dajs Tamás itt az ATV-ben is megismételte azt, hogy hát szerinte az uniós őket kritizáló politikusok módszerei a Gestapo és az ÁVO módszereihez hasonlítanak, na emiatt szeretnék már több mint 30-an kizáratni a Néppártból Dajs Tamást. Hát aki ezzel finoman szóval nem ért egyet, hogy hogy indokolt, ezt megmutatjuk röviden. Kevés utálatosabb dolog van, mint a politikai családon belüli erőszak. Itt pedig alapvetően erről beszélhetünk. Ezt mondta híradónak Dajs Tamás azzal kapcsolatban, hogy mostanra már, ahogy a Népszava megtudta, 30-an írták alá a kizárását kezdeményező levelet az Európai Néppárt frakciójában. A politikus kizárásának kezdeményezői szerint a frakció minden egyes tagját sérti, hogy a jogállam tiszteletben tartásához való ragaszkodásukat a nácizmushoz, illetve a kommunizmushoz hasonlítják. Az ügy előzménye, hogy a fideszes EP képviselő Manfred Weber azon állítására, amely szerint Orbán Viktornak nem kell félni a jogállamisági követelményektől, ha tényleg szabad a média és független az igazságszolgáltatás Magyarországon, csak című műsorunkban egy gestapos és ávós hasonlattal reagált. Hogyha nincs semmit akargatni valód, akkor nem kell félni. Igen, ezt mondta. Én jól emlékszem, hogy a gestapónak meg az ávónak ugyanez volt a jelszó. Ha nincs semmit akargatni valód, akkor nem kell félni. Ez egy nagy ugrás.
Akkor nem kell fél. Ezt mondták, hogyha nincs, és mint hogyha az lenne a történelmi tapasztalata az abban az időben Németországban élőknek, vagy abban az időben Magyarországban élőknek, hogy azoknak is tömegesen volt félnivalójuk, hogy nem semmi fajta összefüggésben mit nem kellene. Amúgy Deutsch Tamás híradónak úgy fogalmazott, az, hogy ki akarják zárni, egy abszurd, agresszív és képtelen fellépés. Mint mondta, itt arról van szó, hogy minden ok nélkül durva büntetést akarnak kiróni rá. Hát rájár a róla fideszes uniós delegációra. Hát nehogy már a krumpli miatt 4,4 millió kiszabását enyhítsük le ezzel, hogy őt akkor most csúnyán beszélt, ezért ma jó megdorgálják. Hát nem iskola ez, meg családon belüli erőszak. Micsoda baromságok ezek. Hát ez az ember megint túllépett egy határt. Olyan nyilatkozatot tett, amiért nem meri vállalni a következményeket. És ez a része elfogadhatatlan. Lesz egy ilyen következmény? Ugye az aláírók azt szeretnék, ha már december 9-én sor kerül. Fideszestül, mindenestül. Most már Szájért nem tudják kizárni, mert kilépett, ugye? De az összes többi együtt repül vele. Én szerintem azért, és nem akarom senkinek a kedvét ezzel elvenni, de hogy az Európai Néppártnak tagja-e a Fidesz, illetve a néppárti frakciónak tagja a Fidesz, én nem érzem olyan túlzó jelentését. Nem repül már a néppárti kötelékbe a Fidesz valójában diplomáciai alapon. Két éve mondjuk. 13 szavazott, Péter. Számít. De a lengyelek így is megszavazták a bizottságot a néppártnak úgy, hogy a lengyel kormánypárt, ami ellen szintén folyik a jogállami eljárás, az nem tagja a néppártnak, nem néppárti frakciónak, majd át fognak ülni a lengyelek mellé, politikailag most is ott vannak, tehát ezt csak ennyit akartam mondani, hogy a néppárt így is egy pár vörös vonalon túl viselte a Fidesz, tehát olyan nagy jelentősége, hogy a néppárt tagja, vagy nem, én nem érzem. Én azért gondolom azt, hogy jelentősége van annak, hogy a kinti ellenzéki pártdelegációk tegyék a dolgokat, és folyamatosan mondogatniuk kell azt, hogy a magyar nép, a magyarok nem a Fidesz-szel egyenlő szervezet. Tehát az nagyon fontos lesz, hogy ők oda fognak kerülni a valók, az nyilvánvalóan látszik, ez csak időkérdése, csak éppen akik ott maradnak a normális magyar ügyeket képviselő Európa-párti képviselők, nekik kell felvenni a fonalat, hogy mutassák azt, hogy igenis mi ragaszkodunk ahhoz, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, ragaszkodunk egy tisztességes elosztási mechanizmushoz, tökéletesen elfogadjuk, sőt, mi kérjük azt, hogy a uniós források támogatásán a jogállami normák érvényesüljenek, és természetesen kérjük azt is, hogy a városok is lehetőleg, ha szükséges, és ha illet elkülni a kormányzati lopást, akkor direkt tudjanak az uniós forrásra pályázni. És hogyha belerakjuk ezt az egész Szájer ügyet, a Deutsch Tamás kizárását abba a keretbe, hogy ugye most itt egy magyar vétó kapcsán beszélgetünk, akkor ez Orbán Viktort eltántorítja, tehát hogy lesz valami diplomáciai kompromisszum, vagy éppen csak megerősíti, hogy na, akkor csak azért is ezen az úton járok. Leleplezi. Leleplezi, mert arra hivatkozik, hogy jogállam van nálunk, mit akartok ti? Meg hogy a jogállam nincs definiálva. Olyan butaságokat mondanak. Erről most lelepeződtek. És kiderült, hogy hiteltelenek. Az ő képviselői hiteltelenek. Amit Szájer eddig cselekedett, ezzel a cselekvőségével és ezzel a kvázi lemondásával elhiteltelenítette magát. Na jó, de ez inkább idehaza egy fontos kategória, nem, hogy a választó Európa számára hiteles, vagy nem, egy politikai, gazdasági ott is számít, ügyben... Hát... Ott is számít, hát kivetik maguk közül. Európa most már erősödik, nagyon lassú folyamat, bölcs belátás kell hozzá, hogy Európa rájöjjön arra, hogy nem a kompromisszumok világa, és vannak renitensek, akikkel szemben határozottabban kell fellépni. És most szerintem elindultak ezen az úton. Igen, lesz a kompromisszum a június költségvetés és a jogállami eljárás. Hát viszik a bírói szférába, és azt mondják, hogy majd bíróság mondja ki. Valami sértette, lesz, nem értek hozzá ilyen szinten. Kijönnek belőle, de vétó visszavonás, csak akkor lesz, ha kapnak érte valamit. De fognak érte kapni valamit, amit Európai Unió logika szerint megint mindenki úgy fog kommunikálni, mint hogy a nyert. Angela Merkel is, Orbán Viktor is, mit tudom én. Olyan, mint egy önkormányzati választás, mindenki nyert. Mindenki nyert, pontosan. És ez de akkor ide haza az a Orbán Viktor nyert, és nem az ellen. Én csak azt nem látom, hogyha lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nyert vele. De igazából a magyar társadalom előtt ki fog derülni, hogy nem nyertünk, hiszen benne vagyunk ragadva a koronavírus válságba, aminek szemmel láthatóan a legnagyobb hátráltatója éppen a magyar kormány, aki semmi érdemi intézkedés nem hoz meg annak érdekében, hogy ezen túl legyünk. Hát így tesztelni van. Kellett volna, és hogy most ne lejárt az időnk, és szerintem nagyon rég volt olyan adás, hogy a koronavírusról nem beszéltünk, pedig tegnap megint egy tragikus rekord volt, hogy 165-en haltak meg. Hát valószínűleg a holnapi adásban már erről is beszélünk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Önöknek is a figyelmet. Most nézzék a híradót, a 101-es beszédet. Szép estét!